azt a betyár mindenit 36-ot mutat, de legalább 40-nek érződik ittként. Megáll az ész. És ahogy látom, a felhők csak-csak délről jönnek. Valamelyik nap azt mondták, hogy ez majd mint Mexikó felől fog jönni. Úgy néz ki, hogy igazuk lett. Mexikóban gondolom ugyanilyen hőmérséklet van. Meg hát a Zajrán Ferenc barátommal nem a régen ma a Facebookon írtunk egymásnak, és azt mondja, hogy náluk körülbelül 100 fok van. 100 fok az körülbelül ugyanannyi, mint itt nálunk, talán 1-2 fokkal erősebbek ők. A szezon utolsó meccséből egy jelenet, amit filmeztünk. Hát így hűtöm le magamat ebbe a hőségbe, így jegelem magamat. Na, meg kell szokni még, mert nagyon hideg. Jaj, ez igen. Jaj, így hűtöm magamat. Na, meg persze így is. Így, hogy jobban lehessen látni. Pedig érdekes, még a napot se lehet látni igen kint, és mégis kegyetlen meleg van. Pedig egy másik változata a hűtésemnek, ez egy új dolog, hát én nekem új dolog. Beledobálok jeget a vízbe, úgyhogy jeges vízbe áztatom magamat egy darabig. Nem bírom sokáig, mert ennek ideig így dobálom bele a jegeket. Így mi. Már van benne vagy 100 darab. Ki is próbáljuk, hogy milyen. Jó, ide hideg, azt a betyár minden. Ez igen, nagyon hideg. De jó hűsítő. Gyere eső, gyere már, mert nem bírom ki eső nélkül már. Megáll az ész, csak jön már ebből az irányból.